Szeretettel köszöntöm a jelenlévőket legszadaibb ünnepen, Székely Bertalan napon. Az ünnep hagyományai szerint a festő szadai kertjében szoktunk összegyűlni, kivéve amikor nem kapunk egy kis égi áldást fentről, így hát a faluházában gyűlik össze a falu apraja nagyja, hogy megemlékezzünk Székely Bertalanról, akinek neve kitörölhetetlenül összeforrott szadával. E megtisztelő napon ünnepélyesen adjuk át a szadáért díjakat, kitüntetéseket. Ez következik most. Tisztelettel köszöntöm a kedves megjelenteket, érdeklődőket a szadáért díjak ünnepélyes átadásán. Megkérem Vécsei László polgármester urat, országgyűlési képviselőt, Jánbor Lajos jegyző urat és a képviselő testület tagjait, Oroszi Sándor Sünit, Török Lászlót, Petrák Árpád alpolgármester, Oroszi Sándor Szódást, Pedneházi Balást és Vrabé Balázs urat, hogy fáradjanak a színpadra. Hagyománnyá vált, hogy a szadai Székely Bertalan napon kitüntetésben részesülnek azok a személyek, csoportok, gazdálkodó szervezetek, akik a községben, illetve a községért kiemelkedő munkát végeztek. Azon cél által vezérelve, hogy méltó elismerésben részesíthesse azokat a személyeket, közösségeket, akik a község gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében maradandót alkottak, egész életművükkel vagy kiemelkedő munkásságukkal szolgálták az emberi civilizáció, a kultúra, a művészet, a sportügyét, hozzájárulva a község jó hírnevének öregítéséhez. Az önkormányzat ebben az évben is várta a lakosság javaslatait arról, hogy kit tartanak érdemesnek a szadáért díj odaítélésére. Kitüntetési javaslatot rövid ismertetéssel, írásban magánszemély vagy szervezet a polgármesternél vagy a jegyzőnél tehetett. Képviselőtestület által adományozható kitüntetések a helyi rendelet alapján a következők lehetnek. Szada község díszpolgári cím. Annak a köztiszteletben álló magyar vagy külföldi állampolgárnak adományozható, aki kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével mind a település, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárul a település tekintélyének gyarapításához. Szadáért kitüntetett emlékplakett egyéni kategória díjat kaphatja az a személy, aki hosszabb időtartalmú tevékenységével növelte a település hírnevét, illetve aki a településért, a település közösségéért kiemelkedő munkát végzett. Szadáért kitüntetett emlékplakett közösségi kategória díjat kaphatja az a közösség, amely több éves tevékenységével 5-10 éven keresztül növelte a település hírnevét, illetve a településért, a település közösségéért kiemelkedő munkát végzett. Szadáért elismerő oklevél kitűzővel kitüntetést kaphatja az a személy, aki a település közösségéért kiemelkedő munkát végzett 2-3 éven át oly módon, hogy a község fejlődéséért, hagyományainak ápolásáért maradandót alkotott. Szadáért elismerő oklevél kitűzével kitüntetés közösségi kategóriában az a közösség kaphatja, amely több éves tevékenységével éveken át a falu közösségéért, környezetének megóvásáért, szépítéséért, kiemelkedő eredményességével önzetlen munkát fejtett ki, és ezzel a község polgárai előtt követendő példával szolgálnak. 2014-ben a képviselőtestület döntése alapján 5 fő részesül a szadáért elismerő oklevél kitűzővel díjban, továbbá adományozásra kerül a szadáért kitüntető emlékplakett egyéni kategóriában nyertese, a Szada község képviselőtestülete a mai napon Szada község díszpolgári címet is adományoz. Idei évben a közösségi kategória díja nem kerül odaítélésre. A kitüntetések átadása előtt felkérem Vécsei László polgármester urat, országgyűlési képviselőt, tartsa meg ünnepi köszöntőjét.
Tisztelettel. Alul, fölül? Most már működik. Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket a mai falunapon. Nem először találkozunk, hiszen hagyomány szerint a temetőben Székely Bertalan emlékművénél már a megemlékezést megtartottuk, a megemlékezés virágait és koszorúit elhelyeztük. Illetve, szintén a hagyománynak megfelelően, a Székely Bertalan műteremházban az idei aktuális kiállítást, Székely Bertalan felhő tanulmányai kiállítását is megnyitottuk. Az időjárás, mint hozzászokhattunk, mindig okoz meglepetéseket, így Székely Bertalan falunap környékén. Annyival talán az idei időjárás kegyes hozzánk, hogy nem kiszámíthatatlan, reggeltől látszott, hogy erre kell készülnünk, zárt helyen kell megtartanunk a megemlékezést. Sokszor volt már olyan, hogy a Székely kertben, amikor összejöttünk, akkor figyeltük az eget, a felhőjárást, és aztán félbe kellett szakítani a műsort, mert nyakunkba kaptunk egy nagy vihart, zivatart. Hál' Istennek most kiszámíthatóan belterületi ünnepségre kellett készülnünk. Egy kicsit szűkösen vagyunk, úgyhogy még látok itt elől helyeket, nyugodtan tessék előre jönni, hogy jobban lássanak, halljanak, különösen majd, ami a műsort illeti, érdemes lesz. Mielőtt a kitüntetések átadására kerülne sor, engedjenek meg néhány gondolatot, melyeket azért szeretnék megosztani önökkel, mert minden Székely napot igyekszünk egy kicsit különlegessé tenni. Minden falunapot igyekszünk egy kicsit különlegessé tenni valamivel. Ugye a művész halála óta eltelt több mint egy évszázad alatt különböző kezdeményezések, próbálkozások voltak a községben, hogy a székelyi hagyatékot, a művész emlékét, a pedagógus emlékét, az ember emlékét valamilyen módon emlékezetessé tegyük a magunk számára, és a helytörténet, a történelem különböző időszakaiban megfelelő méltó kezdeményezések is indultak, azonban ezek valahogy mindig megszakadtak. Végül is a 90-es rendszerváltás hozta meg azt a lehetőséget, hogy egy stabil önkormányzati rendszer keretében már 90-ben a képviselőtestület rendelkezhessen arról, hogy a Székely Bertalan születésnap, a művész születésnapja, ez egyben a község ünnepe is legyen. Tehát immár a 24 éve töretlen hagyományként folytatjuk ezt a gyakorlatot, és a 24 év alatt mindig ehhez kötődően adtuk ki a községért az elvárhatónál többet tevő polgáraink számára az itt elhangzott kitüntetéseket, különböző formájú kitüntetéseket. Az idei Székely napot egy másik, remélhetőleg hosszú távra szóló bejelentéssel vagy intézkedéssel is szeretnénk nevezetessé tenni. Erről egy kicsi előzetest a koszorúzás során már adtam, de azért természetesen itt is beszélni kell róla, hiszen itt kerül majd sor erre az aktusra. Tehát amikor Székely Bertalan Szadára költözött, kevéssé ismert, de nagy községbe költözött. Székely Bertalan, amikor Szadán élt, akkor nagy községben élt, és Székely Bertalan, amikor végső nyughelyéül választotta Szadát, akkor egy nagy község fogadta magába a testét, és egy nagy község kezdte ápolni az emlékét. Bizony, hogy jó 150 évvel ezelőtt Szada nagy község volt. Erre történelmi dokumentumokat találtunk. Egyelőre a részletek még nincsenek jól feldolgozva és megkutatva, ezt megfelelő szakembereknek kiadtuk. Jelen tudásunk szerint úgy tűnik, hogy valamikor a kiegyezés környékén még Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye egyik községeként nyert nagyközségi címet Szada, és aztán valamikor a 40-es évek végén, valószínűleg az 50-es évek elejének a közigazgatási átszervezése kapcsán kopott le ez a nagyközségi cím a községről. Nyilván mérlegelni kell, hogy ez mivel jár, majd mint az előterjesztésben elhangzik, lényegében semmi különleges kötelezettséget vagy jogot nem vindikálhat az, hogy nagyközségi címet fogunk viselni.
de valahogy mégis talán a közigazgatási rangot, egy kicsit a települések rangsorában elfoglalt helyet mégis csak jelzi, hogyha egy település valamilyen címet fölvesz. Szada mostanra minden szempontból alkalmassá vált arra, hogy a nagyközségi címet visszavegye, hiszen erről van szó. Visszavesszük azt, ami másfél évszázaddal ezelőtt, évtizedekre, talán egy évszázadra is a miénk volt. A idei évben Szada község lakosság létszáma átlépte az 5000 főt, lassú gyarapodás eredményeként egyébként, bár ettől nem függ, tehát a lakosság szám alapján már régen meg lenne ez a jogosultság, az új önkormányzati törvény hozta el ezt a lehetőséget igazán. Ami az infrastruktúrális fejlettségünket illeti, szintén minden szempontból alkalmasak vagyunk már rá, és ami a távlatainkat illeti, hogy mi minden jöhet itt az elkövetkező években vagy évtizedben, annak alapján is bízvást elmondhatjuk, hogy jogos ennek a nagyközségi címnek a visszavétele. Tehát az idei székely napot, az idei falunapot ezzel szeretnénk emlékezetessé tenni. Ennek van egy kicsi hivatalos formája, amely hivatalos forma alapján mára ide a rendezvény helyszínére rendkívüli testületi ülést hívtunk össze. Rendkívüli testületi ülésen minden képviselő megjelent, a képviselőtestület határozatképes, és a jegyző urat megkérem, hogy a határozati javaslatot ismertesse. Ezt nem kívánjuk, hogy fejből, de felolvasom. Határozati javaslata következőképpen szól. Szada község önkormányzat képviselő testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi 189-es törvény 22. paragrafus alapján nagyközségi címet használja 2014. augusztus 23-a nappal kezdődően. Kérem a képviselőtestület, hogy a határozati javaslatot fogadja el, és ezt szavazással, készfelnyújtással jelezzék. Igen, kérdezem a képviselőtestületet, hogy elfogadja a határozati javaslatot. Aki igen, kérem készfelemeléssel jelezze. Aki nem, tartózkodás, határozatot elfogadtuk. Ez tehát azt jelenti, hogy nem csak az idei Székely Bertalan falunapa különleges, hanem az augusztus 20-át is egy kicsit különlegessé tesszük. Nem pont 20-ára, hiszen az államalapításunk ünnepe, de akkor egy kicsit megnyújtjuk a 20-ai ünnepség sorozatot, és 23-án vesszük vissza a minket megillető nagyközségi címet. És ezek után, igen, augusztus 23, de ezt még meg fogjuk természetesen hirdetni majd az újságban, a honlapon és minden egyéb helyben szokásos módon. Akkor következzék a kitüntető címek átadása. Köszönöm a polgármester úr ünnepi szavait és a jegyző úr tájékoztatóját. Felkérem a Szadáért díjban részesülőket, hogy nevüket hallva fáradjanak a színpadra a kitüntetések átvételéhez. A hosszú évek alatt végzett odaadó pedagógusi munkájáért, valamint a munkaközösség vezetőjeként végzett kiemelkedő tevékenységéért, Szadáért elismerő oklevél kitűzővel elismerésben részesül Révész Krisztina. ...1988 óta a Székely Bertalan napközi otthonos óvoda óvónője. A csoportban való foglalkozások mellett a munkaközösség vezetőjeként is kiemelkedően teljesít. Jó ötleteivel szint visz az óvoda hétköznapjaiban. A kézművesség különböző területeivel ismerteti meg a gyerekeket. A falu és az óvodai ünnepekre nagy sikerrel készíti fel őket. Kiváló szaktudásával segíti, mentorálja a pedagógus növendékeket. Thank you.
munkaközösség vezetőjeként végzett kiemelkedő tevékenységéért, az iskolai ünnepségek, házi tanulmányi versenyek lebonyolításáért, valamint tanulóinak az országos tanulmányi versenyeken elért eredményeiért, Szadályért elismerő oklevél kitűzővel elismerésben részesül Aranyosi Emőke. A Székely Bertalan általános iskola földrajzszakos tanára, a könyvtárszoba vezetője. Munkájában lelkiismeretes, precíz, pontos és megbízható. Kiemelten fontos számára az iskola közösség és az osztályközösség fejlesztése. Természetszeretetét a túra szakkörök szervezésében kamatoztatja. Osztályfőnöki munkája a kollégák, a diákok és a szülők felé mutatott empátiás készsége, következetessége példamutató. A hosszú évek alatt végzett odaadó pedagógusi munkájáért, az iskolai ünnepségek lebonyolításában való közreműködéséért, tanulóinak a területi és országos tanulmányi versenyeken elért eredményeiért, a munkaközösség vezetőjeként kiemelkedő tevékenységéért, valamint a szadai hagyományok ápolásáért, Szadályért elismerő oklevél kitűzővel elismerésben részesül Mácsainé Verók Irén. A Székely Bertalan általános iskola történelem énekzene szakos tanára. 1990 óta tanít Szadán. Munkáját magas szakmai színvonalon végzi. Precíz, pontos, megbízható. A humán munkaközösség vezetőjeként az iskola mindennapi életében is kiemelkedő szerepet vállal. Tanítványai rendszeresen részt vesznek a történelem és az énekzenei tanulmányi versenyeken. Az általa vezetett Csiribiri kórus számos ünnepség, megemlékezés és jótékonysági rendezvény szereplője. A szadai hagyományok ápolását és átörökítését szívügyének tekinti. Lelkes tagja a helyi értéktárbizottságnak. Az Örömhír táborban több mint egy évtizede végzett önzetlen, kiemelkedő munkájáért, Szadályért elismerő oklevél kitűzővel elismerésben részesül Tótné Tarcali Marian. Óvonói munkássága mellett 2002-től minden évben részt vesz a tábor munkájában. Először munkatársként tevékenykedett, majd 5-6 éven át vállalta a tábor megszervezési lebonyolítását. Számos feladata mellett a munkatársi gárda toborzását is magára vállalta. A 15 éven át minden évben megrendezésre kerülő Örömhírtábor önkéntese. Kiemelkedő munkájáért, Szadályért elismerő oklevél kitűzővel elismerésben részesül Szigeti Péter.
pedagógus. Minden évben több héten keresztül vállalta a tábor vezetését. 3 örömhír CD lemez készített, amit a táborozóknak és a munkatársaknak adott ajándékba. A település közösségi életében évtizedeken keresztül végzett tevékenységéért Szadályért kitüntető emlékplakettet vehet át Illés Andrásné. ...1982 óta végezte élelmezés vezetői munkáját a szadai gyerekek és a szülők nagy megelégedésére. Szakmai tapasztalata és odaadó, lelkiismeretes munkája mellett mindig volt ideje kitekinteni konyha falain kívülre. Így kiváló személyes kapcsolatot ápol nem csupán a gyerekekkel és az intézmények munkatársaival, de a szülőkkel is. Fontos volt számára, hogy a gyerekek és a felnőttek egészségesen táplálkozzanak, emellett nagy gondot fordított az ételek ízletességére. Munkája során szívesen fogadta az észszerű, jobbító szándékú észrevételeket, mindig igyekezett megvalósítani a javaslatokat. A jótékonysági bálok, falukarácsony, a gyerekrendezvények jellegzetes finomságainak elkészítése is a konyhai dolgozók munkáját dicsérte, akik Vera vezetői munkájának köszönhetően mindig egységes, derűs közösséget alkottak. Magas színvonalú szakmai munkájának eredményeként a szadára látogató vendégek minden alkalommal elismerően szóltak a házias, ízletes ebédekről, és jó hírét vitték a szadai vendégszeretetnek és a szadai konyhának. Nyugdíjas éveihez jó egészséget kívánunk! Verát nem tudtuk lebeszélni arról, hogy nyugdíjba menjen, de azzal a megkötéssel engedtük el, nem volt nehéz kicsikarni belőle, hogy vissza fog járni, és komoly közösségi munkát fog végezni, mert azért a gyerekek nélkül, az iskola szag nélkül ő se tud létezni, úgyhogy bízunk benne, hogy gyakran látjuk a továbbiakban is. Szada község képviselő testülete a településen élők egészség megőrzése érdekében, valamint a község fejlődéséért, fejlesztéséért végzett törekvéseinek elismeréseként Szadáért díszpolgári címet adományoz dr. Szemerédi Istvánnak. Pedagógus szülők gyermeke, aki otthonról hozta a másokkal való foglalkozás, segítés, törődés élményét, és ez az indítatás határozta meg későbbiekben gondolkodásmódját, erkölcsi tartását. A Balassagyarmaton megszerzett érettségi után az orvosi pályához vezető úton kis kitérőt jelent a gödöllői vegyesipari KTS-nél eltöltött idő, vagyis a rádió, televízió, műszerész szakmával történő ismerkedés. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem elvégzése, majd a szakosodás után belgyógyász szakorvos lesz.
34 éve került Szadára, elnyerve a körzeti orvosi állásra kiírt pályázatot, s majd lesz Szada 2. számú körzetének házi orvosa. Nem csak magas szintű szakmai tudásával, de ha kellett, jó szóval, baráti gesztussal is segítette a gyengéket, a rászorulókat. Ezt a példát adta át a mellette dolgozó számos orvosgyakornoknak. Felesége tanárnő, boldog családapa, 3 gyermek édesapja. Szociális érzékenységét jelzi, hogy 1990-től 2003-ig, mint képviselő testületi tag, a Szociális Bizottság elnöke, valamint komoly szerepet vállalt a közműtársulások szervezésében. Mindeközben 1998-tól ugyancsak 2003-ig Szada alpolgármestere is. Ugyanebben az évben lelkiismeretes munkájáért, Szadáért emlékplakettel ismerik el. Évek óta a Gödöllői Orvosi Kamara vezetője. 2008-ban orvosi kamarai tevékenységéért Lumnitzer díjat kap. Igen sokrétű érdeklődési körét jelzik az évek során rendszeresen szervezett és lebonyolított tiszatúrák, mint ahogy a rendszeres téli sítúrák is. A sors igazságtalansága, hogy a mindig másokat gyógyító, segítő embert is súlyos, nehezen legyőzhető csapdába zárja az élet. A nagyon nehezen legyőzhető betegséget nagy lelki erővel, a család ölelő szeretetével és a barátok, kollégák hathatós lelki támogatásával legyűri. Öröme az olvasás, a zenehallgatás és a nagy szakértelemmel végzett kertészkedés. Mindezekhez is sok boldogságot, jó egészséget kívánunk! Remélem, hogy ez a díj nem az életem lezárását jelenti, hanem egy megerősítést abban, hogy újra és tovább is csinálhassam azt, amit szeretek. Ehhez kérem a Jóisten áldását és az Önök áldását is. Köszönöm szépen! Gratulálunk a díjazottaknak, magam és a képviselő testület nevében további eredményes munkát kívánunk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó szórakozást kívánunk a Székely Bertalan nap programjaihoz. Mielőtt Gyöngyszemek című ünnepi műsorunkat elkezdenénk, szeretném bemutatni dr. Dulainé Évát, és kérem jöjjön is fel a színpadra, akitől minden évben Székely Bertalan napon és más ünnepeken is szépséges hímzéseket kapunk, hogy a színpadunkon háttérként is az ünnepekhez méltó dekoráció kerüljön. Az idei különleges év, hiszen Éva az itt látható munkákkal elnyerte a 24. Békés Csabai Népművészeti Kiállítás Aranyok Levelét, azaz az első díjat. Ez alkalomból szeretnénk megköszönni neki a mindenkori segítségét, és szeretettel köszönjük e nagy szakmai elismerés jelentő Aranyok Levél birtokosaként. Gyöngyszemek című ünnepi műsorunk következik. Gyöngyök, amelyeket az óvodások, kisiskolások, a sercingerikrek, a tabaházaspár és a Szadai Népi Együttes tagjai külön-külön ajándékba hoztak el nekünk, hogy aztán ezeket összefűzve egy szépséges gyöngysor ékszer legyen belőle mindannyiunk örömére. Elsőként fogadják szeretettel Sercinger Gábort és Sercinger Rafaelt, akik Vivaldi kettős versenyének első tételét adják elő trombitán. Thank you.
Köszönjük szépen! A szadai óvodások a nagycsoportos macik következnek Ugorj egyet párostól című műsorukkal. Óvónénik nagyné Altúr Zsuzsanna és Palánkai Manuela. Segítőjük Horváth Anett néptáncos volt. Fogadják őket szeretettel! Fecskét látok, szeplőt hányok.
Most a Székely Bertalan általános iskola gyöngyszemei következnek. Az első osztályosok, akik énekelnek, majd ezt követően a néptánc szakkörösök Sárközi karikázóját láthatjuk. A harmadik osztályosok és a szakkörösök közösen egy lakodalmas mutatnak be. Ezután énekelnek a negyedik osztályosok, valamint Nagy Réka és Katus Kamilla. Fogadják őket szeretettel! Mikor leveli beszél zöld, virágjában
sem veri szét? Jaj, bejöttek el így! Norbi, szereted kamillát? Szeretem, hát! Azt neki sóra pénz? Adok, hát! Hát paprikára? Arra is! Nem vered meg őt? Ha jó lesz, akkor nem! Kamilla, szereted Norbi? Szeretem, hát! Főzel neki a bédet? Főzök, hát! Teszel a levesébe egy kanásot? Én kaptam is! Akkor megáldalak benneteket, legyezzük boldog! Nálunk is lesz, de sejhaj, hajnál.
Most a Szadai Asszonykórus következik. A Szadai Hagyományőrző Együttes 1975-ben alakult Ciberini Szitó Mária vezetésével, aki rengeteg munkával összegyűjtötte a falu régi szokásait, népdalait. Halála után egy évvel, 2009-ben az együttes újra alakult régi, valamint új tagjaiból, és immáron nem csak a helyi szokásokat elevenítik fel táncukkal, hanem kismagyarországi, valamint erdélyi táncokkal is ismerkednek. Úgy, mint a mai műsorszámunkban is, nyárádmagyarósi táncokat fognak bemutatni. A koreográfia Taba Csaba és Fejér Erika néptáncpedagógus és koreográfus házaspár munkája. Az együttes magját képezi az asszonykórus, amelynek tagjaival a szadai jeles napokat és az ezekhez kapcsolódó hagyományokat szokták előadni, feleleveníteni, úgy, mint a betlehemes, aratós, szüreti népszokásokat, vagy a szadai lakodalmast, illetve katonabúcsúztatót. Ma egy szerelmes dalcsokrot hallhatunk tőlük. Jelenlegi vezetőjük Kovács Éva és Szakmári Ferenc. Ezután sárközi táncok következnek. A Dél-Kelet-Dunántúli Tolnai Sárköz, a Szekszárdi Dombság lábainál elfolyó sárvíz és a Duna által közzelzárt területen található. A valaha lápos, mocsaras területen az ott élők megélhetését a halászat, a vadászat és a szilaj állattartás biztosította. A Duna 1870-es években befejeződő szabályozása kapcsán kiváló minőségű szántóterületek keletkeztek. Ennek köszönhetően az életmód megváltozott, és a térség hirtelen meggazdagodott. Ekkor alakult ki a magyar nyelvterület leggazdagabb viselete. Az alapanyagokat Lyonból, Bécsből, Pozsonyból hozatták. A sárköz hagyományos tárckultúrájából a verbunkot, lassú és a friss csárdást ismerhetik meg Taba Csaba és Fehér Erika előadásában. Ezután műsorunkat a Szadai Népi Együttes nyárádmagyarósi Székely Táncmulatság című Székely Bertalan napra készült új tánckoreográfiája zárja. Nyárádmagyarós község az erdélyi Székelyföld legsűrűbben lakott vidékén, Marosszéken, a Kisnyárád partján, a Súgó és a Cigánypatakok egyesülésénél, a Bekecs alján található. Az itt élő magyarok tánchagyományaiból a következő koreográfiai összeállításban lassú csárdás, forgatós, verbunk és szöktetős látható. A koreográfiát készítette Taba Csaba és Fejér Erika. Előadják a Szadai Népi Együttes. Most pedig következzen az asszonykórus. Fogadják őket szeretettel.
Mindenkinek köszönjük az érdeklődést, és reméljük, hogy jól érezték magukat, és otthon elkészülnek majd az élmény gyöngysora, amint már ugye említettük, hogy gyöngyöket láthatunk itt a színpadon. Reméljük, hogy mindenki nagyon jól érezte magát, és további szép estét kívánunk. Köszönjük, hogy itt voltak!